Remélhetőleg mindenki számára világos az, amiről eddig szó volt, és elolvastátok az összes verset, amelyeket az előző részekben felolvastam, illetve megtaláljátok a leírás részében a nagy részét, és mindenki, aki idáig eljutott, velem azonos véleményem van, hogy a világunk az nagyjából így néz ki, ahogyan a képen látjuk, egy lapos felület, azt egy búra veszi körül, és minden ebben történik. Azt hiszem, hogy az teljesen egyértelmű, hogy az írás erről beszél, ezt írja le minden egyes próféta, mindenki, aki szóhoz jutott az írás során, mindenki ezt támasztja alá, és egyedül a világ, illetve az a fajta tudomány és oktatási rendszer, amiben mi felnőttünk, az szeretné bebizonyítani ennek a gyakorlatilag ellenkezőjét, hogy egy gömb külsején élünk és mindenféle mozgásokban veszünk részt. A lényeg azonban az, hogy eljutottunk odáig, meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan működik az égbolt és a víz, hogyan függ össze a kettő. Erre találtam néhány verset, ezeket fogjuk ebben a részben megvizsgálni, úgyhogy kezdjük is el. És hol máshol is lenne a legjobb elkezdeni az egészet vizsgálni, mint a leges legelején a dolgoknak, 1 Mózes Peresít 1-es fejezet, így szól, 7-es vers. Teremté tehát Elohim a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől, és úgy lőn, és nevezi Elohim a mennyezetet égnek, és lőn estelőn reggel második nap. A harmadik nap így szól, Elohim, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn, és nevezi Elohim a szárazat földnek, ugye Eretz, az egybe gyűjt vizeket pedig tengernek nevezi, és látta Elohim, hogy jó, és mondta Elohim, hajtson zöld, gyenge füvet, makkozó füvet, stb. Ez ugye a vegetációnak a teremtése. A lényeg azonban az, hogy a mennyezet elválasztja a mennyezet felett való vizeket az alatta való vizektől, és mindezt a második napon teremtette a mindenható, azután pedig elválasztotta a szárazföldet és a vizeket. Tehát amiről a későbbiekben szó lesz, ahhoz fontos megérteni az, hogy a teremtő modelljében és a teremtő alkotásában egy mennyezet választja el a vizeket, amik a mennyezet alatt vannak, attól, ami fölötte van, és mi ez alatt az egész rendszer alatt élünk. Az Easy to Read így szól, ugyanitt azután ismét parancsolt Elohim legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza a vizeket egymástól, így teremtette Elohim a boltozatot, mely elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat feletti vizektől, és úgy is lett, majd elnevezte a boltozat égnek, leszállt az este, aztán feljött a reggel, ez volt a második nap. Ezután ismét parancsolt Elohim, gyűjjön össze az ég alatt minden víz egy helyre, és váljon láthatóvá szárazföld. A szilárd alazatot szárazföldnek, összegyűjt vizet pedig tengernek nevezte. Megvizsgálta Elohim, amit alkotott, és örömét lelte benne. Amit itt megjegyez ebben a 6. versben, a boltozattal kapcsolatban, ez ugye az Easy to Read-ben vannak jegyzetek. Ez a szó a héberben jelentett olyan fém edényt is, amelyet félgömb formájúra alakítottak. Tehát erről is rengeteg szó esett már korábban, ugye a rakia szóról, a mennyboltról, arról, hogy ez egy fémtükör, egy acéltükör, egy szilárd, valamilyen formában szilárd szerkezet, és nem ahogyan azt nekünk próbálják magyarázni. Új fordítás, ezután ezt mondta, Elohim legyen boltozat a vizek között, hogy elválaszza egymástól a vizeket, megalkotta tehát Elohim a boltozatot, ugye a rakia, ez az a félgömb formájú fémedény, és elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat feletti vizektől, úgy is történt.
Azután elnevezte Elohim a boltozat égnek, így lett este és reggel második nap. Azután Elohim ezt mondta, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek, egy helyre láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Csak ismétlésképpen ez a vizek, ami a mennyezet alatt volt, ez a máim szó, maga a mennyezet pedig a samáim, erről is beszéltünk már korábban, csak azért, hogy aki esetleg lemaradt erről az előző részekben, valamelyikében erről, ezzel kezdtük egyébként szerintem az egészet. Most, hogy megvan a boltozat és a boltozat szerkezete, nézzük meg azt, hogy hogyan is közlekedik a víz a mennyezeten át, illetve a boltozaton a kián keresztül a mi világunkba. Zsoltárok Tehelém 148-as fejezet, ahol is így szól a 3-as verstől. Dicsérjétek őt nap és hold, dicsérjétek őt mind fényes csillagai. Ugyanaz a felsorolás, amit 1 Mózes 1.14-ben, Bereshitben láthattunk a negyedik napon, a nap, hold és csillagoknak a teremtése. Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok. Dicsérjék őt, ők Jahuának nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Megismétli azt, amit már számtalanszor láthattunk, hogy mindezek Jahua alkotásai, és az, aki az evolúciót, vagy bármiféle más elméletet támogat, az szembe kell, hogy helyezkedjen azzal, amit az írás mond, és elvesz abból, illetve a teremtő alkotásából. 5. verszak. Dicsérjék őt, ők Jahuának nevét, mert parancsot is előállottak, igen ez volt, örök időre állította fel őket, törvényt szabott és nem tér el attól. Erről is szó volt, hogy örök időre állította fel a napot, holdat, csillagokat, és ezek mutatják az időt, az ünnepeket, az éveket, az évszakokat az emberiség számára. Örök időre, mindaddig, amíg ezek ott vannak, addig az ezekre vonatkozó törvények életben vannak. Törvényt szabott és nem tér el attól. Az egyik ilyen törvény, ami ránk vonatkozik, az az ünnepeket sorolja fel, amiket az égi testek mutatnak számunkra, tehát ez a törvény örök időkre szól és nem tér el attól. Ezt mindazoknak mondom, akik azt mondják, hogy már semmit nem kell ebből betartanunk, mert ilyen vagy olyan okuknál fogva. 7. verszak. Dicsérjétek Jahuát a földről, víziszörnyek és mélyvizek mind, tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszik. Minden az ő rendelését cselekszi. Amire felhívnám a figyelmet, ez a 4. vers, az egek egei és a vizek, melyek az ég felett vannak. A mi világunkban, a mi modellünkben nincsenek vizek, az ég felett egyáltalán semmi sincs ott, szó szerint semmi sincs ott, vákum van, légüres tér, semmi van az egek fölött, az ég is tulajdonképpen semmi, és egyszerűen csak elvékonyul és a semmibe eltűnik, míg abban a modellben, amit itt leír Zsoltárok 144, ott az egek fölött vizek található. Megnézzük a másik két verziót, dicsérje őt, őt legmagasabb menny, dicsérje még az ég feletti víz, és ugyanúgy az ég felett víz van, az ég természetesen, amit mi égnek hívunk, ami arra kia, a mennybolt, a fölött van, van a következő réteg víz, illetve a harmadik menny. És az újfordítás, dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Ugyanúgy víz található az égben. A menny elhelyezkedése ugye háromról van szó az írásban. Az egyik az, ahol a nap és a csillagok és az égi testek találhatók. Ezen kívül található a második, illetve a harmadik, ahol maga a teremtő található és lakik. 1 Mózes, Bereshit 7-es fejezet így szól. 10. vers, ugye ez maga az özönvíz leírása, illetve az az időszak, lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének 600. esztendejében, a második hónapban,
e hónap 17. napján felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai és az ég csatornái megnyilatkozának, és esik az eső a földre 40 nap, 40 éjjel. A másik fordítás így szól, Noé életének 600. évében, második hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái. Harmadik pedig, Noé életének 600. évében, második hónap 17. napján felhasadt a föld, és a nagy mélység vizei mindenhol feltörtek a föld méhéből, ugyanekkor meghasadt az égboltozat is. Ez egy kicsit más volt, mint az előző kettő, azonban itt egyértelműen az ég csatornáiról beszél, amik megnyílnak, és onnan ömlik be a víz. Ez a szó ég csatornája, a csatornák pedig a héber szó. Strong's H699, Aruba. Melynek jelentése ablakok vagy kémény, és ugyanezt ebben az értelemben használja általában, mint ablak, vagy pedig kémény, illetve zsilip. Korábban már láthattuk azt, hogy mindenféle jelenségnek, amit mi tapasztalunk itt, mint a dér, a fagy, az eső, ezeknek mindnek megvannak a maga tárháza és a maga csatornái, és bármennyire is furcsán hangzik ez, annak csak az az oka, hogy másképp lettünk kondicionálva, másképp vagyunk úgymond oktatva és programozva, hogy egész mást gondoljunk. Nem csak részletekben tér el az a világkép, amit a tudomány állít és amit a világ terjeszt, hanem teljes mértékben így nehéz elfogadni hosszú évek programozása után, hogy mi is a valóság. Azonban a döntés mindenki magának meghozza, hogy kinek hisz. 1 Mózes Peresít 8-as fejezetből kiderül az, hogy nem csak az ég csatornái, illetve az előzőben is benne volt, nem csak az ég csatornái nyílnak meg, hanem a mélységnek a csatornái is. A második vers így szól, és bezárulának a mélység forrásai, és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmenének a vizek a földről, folyton fogyván, és 150 nap múlva megfagyatkozának a vizek. Megnézzük a másik verziót, ami az Easy to Read bezárta a mélység forrásait, és az égboltozat ablakait, és az eső elállt az égboltozat ablakai, megnéztük, ez az Aruba szó, ami ablakot jelent szó szerint. Az új fordításban pedig bezárultak a mélység forrásai, és az ég csatornái megszűnt esni az eső az égből. Még egyszer annyit hozzátennék, hogy én nem feltétlenül gondolom, hogy bármelyik kép is, amelyiket itt látjátok, teljes mértékben fedi a valóságot. Én azt mondom, hogy valahogy így képzelem el azok alapján, amiket eddig olvastam és olvastunk. Ezen a képen jobban látszik az, hogy hol is lehetnek a mélység csatornái. Ugye, mivel mélységről beszél, meg fogjuk látni azt, hogy még többször is említést tesz a mélységről, illetve arról, hogy mi van a föld alatt. Azt már elég jó képünk van, hogy mi van a föld fölött, a mennybolt fölött, hogy néz ki a föld. Arról, ami alatta van, még nem nagyon hallottunk, de erre is sor kerül hamarosan. A mélységből törnek elő a vizek, illetve az égbolton keresztül az ablakokon át jönnek be a vizek. Annyit még megnézzünk, hogy mi is ez a mélység, ugye az égbolt, az a Shamaim szó, amiről már többször volt szó, a csatornák pedig az a Ruba szó, de nézzük meg, hogy mi a mélység, az pedig nem más, mint... Strong's H8415, Tehom. Ami mélységet jelent szó szerint, és olyan mély helyeket, vagy egy hatalmas mélységet, a tenger mélyét, és itt azt is írja, hogy föld alatti vizeket, illetve a szó, amiből ered, az pedig nagy mennyiségű vizet jelent föld alatti vizeken. Ézsaiás és Jáhu 24-es fejezetben egy érdekes dolgot olvashatunk. A 15-ös vers így szól, ezért dicséritek Jahuát keleten, a tenger szigetein, Jahuának, Izrael hatalmasságának nevét. A föld széléről énekeket hallánk,
ismét arról beszél, hogy a Föld széléről hallja az énekeket, és nem arról, hogy a Földön körös körül, úgyhogy ezzel ismét csak azt a verziót támasztja alá, amiről mindvégig beszél az írás következetesen. A Föld széle, azaz a Föld kerülete. Ez a Heber Kanap szó, amiről már korábban beszéltünk a korábbi részekben, egyszerűen csak nézzétek meg, az a Föld pedig az Eretz szó, ami a Földet jelenti magát. Itt, ha tovább olvassuk, akkor a 18-as vers így szól. És lesz, ugye ez maga a Yahuwah napja a végidőkben, és lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és ki kijő a veremből, megfogatik a törben, ugye a tör az a csapda, mert az egek csatornái megnyílnak és megrendülnek a Föld oszlopai. Ismét arról beszél, hogy az ég csatornái, ugye az ablakok megnyílnak és a Földnek vannak oszlopai, amiken áll romlással, megromol a Föld, töréssel, összetörik a Föld, rengéssel megrendül a Föld. Inogva meginog a Föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és rá nehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Az Easy to Read így szól, aki a veremből kimászik, az csapda fogja meg, megnyílnak az ég zsilipei, és a Föld a gyökeréig megremeg, míg az új fordítás, mert aki a rettentő hír elől menekül verembe esik, kijön veremből kelepcébe kerül csapdába, megnyílnak a magaség csatornái, és megrendülnek a Föld alapjai. A Föld csatornái, a Föld oszlopai, illetve a Föld alapszata, és meginog a Föld, megrendül a Föld. Ez is azt támasztja alá, hogy a Föld egyébként szilárd, ahogyan azt láthattuk, szilárd és mozdulatlan, ahogyan azt olvashattuk már számtalan más versben, hogy úgy teremtette meg, hogy ne inogjon meg, ennek ellenére az utolsó időkben megrendülnek a Föld oszlopai, és meginog az egész Föld. Hogy biztos, hogy mindenki lássa azt, hogy ez az utolsó idők, az pedig a 21-es versből kiderül, és lesz ama napon, azon a napon meglátogatja Yahuwah a magasság seregét a magasságban és a Föld királyát a Földön. Tehát van a magasságnak serege, ami ugye az eget jelenti, illetve a Földnek a királyait is meglátogatja. Azaz mindegyikre ítéletet fog hirdetni, és ez az a nap, amikor ez az egész meg fog történni, az pedig az utolsó idők, amifelé közelítünk rohamosan. Malakiás 3-as fejezetben ezt olvashatjuk ugyanerről az ég csatornái témáról. 8-as vers. Avagy az ember csalhatja-e Elohimet? Ti mégis csalhatatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Ugye ez Izrael népéhez szól, az izraelitákhoz, akik ugyanúgy, ahogyan a Föld minden más lakosa elkövették az összes létező bűnt, ezért büntette őket, azonban figyelmezteti arra, hogy ha elállnak ezektől a bűnös viselkedésektől, akkor megsegíti őket. 10-es vers, hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem. Azt mondja a seregeknek ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Egek csatornáit ismét csak ő nyitja meg, és ő az, aki megáldja a Földet azzal, hogy úgy alakítja és úgy szabályozza a természetet, hogy az embernek kedvező legyen, amennyiben az ember úgy viselkedik, és teljesíti a parancsait, akkor segíti, amennyiben nem, akkor pedig nem. Erre derül fény a 11-esben, és megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregek ura, és boldognak mondanak titeket, mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, mondja a seregek ura. Úgyhogy arra hívja fel a figyelmet, hogy ha nem nyitja meg nekik az egek csatornáit, ha nem áldja meg őket,
akkor hozzák be a tizedet, és meglátják, hogy amikor behozzák, amikor hajlandóak áldozatra az emberek, az emberiség, mindannyian hajlandóak vagyunk rá, hogy a saját javainkból feláldozzunk az ő munkáját segítve. És annak a segítségére. Persze én értem, hogy neki nincs rá szüksége, de azáltal, hogy bizonyos emberek ezt megteszik, ezáltal éri el ő a dolgát. Arra motiválja az emberek szívét és lelkét, hogy igenis áldozzanak rá az ő munkájára, akár segítsék egymást, akár az ő információnak, tudásának a terjedését, teljesen mindegy, hogy mit. Az a lényeg, hogy az ember áldozatot vállaljon, ez a lényege a tizednek. Ezért írja azt, hogy ha behozza, amikor nem nyitja meg neki, akkor utána segíteni fogja őket. Malakiás 3.10 az Easy to Read-ben, hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a hát, templom, de ez igazából Jehuának a szent helye. Villámgyorsan megnézzük, hogy ez a szó nem más. Strong's H2.14 Otsar Otsar Otsar, ami azt jelenti, hogy kincs, kincses ház, kincstár, raktár, pince, bárhol, ahol gyűjtenek, bármit is, ugye itt akár étel, italról is szó van, de akármilyen kincset, arany, ezüst, teljesen mindegy, egy raktár házat jelent, úgyhogy egyáltalán nem templomot, ahogyan azt itt fordították az Easy to Read-ben, hogy házamban legyen elég élelem, ezzel tegyetek próbára, mondja Jahua, örökkévaló seregek ura. Aztán figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. A mennyei zsilipek azok, amikről az előzőekben szó volt, ahonnan a víz bekerül a földrendszerébe. Az új fordítás pedig meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Következő és egyben utolsó az ég csatornáiról az második királyok 7-es fejezet lesz, és itt pedig így szól az első vers. Ekkor így szólt Elizeus, halljátok meg Jahua igéjét, ezt mondja Jahua. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt egy sekelbe, meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Második verszak. Erre így válaszolt Elohim emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha Jahua megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De ő így felett, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Érdemes elolvasni az egész történetet, akit érdekel, azonban leugrunk a 19-eshez, illetve nézzük meg a 18-as. Éppen úgy történt, ahogyan Elohim embere megmondta a királynak. Két szeárba, egy sekelbe, meg egy szeár finom liszt is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában holnap ilyenkor. Erre válaszolt így a tiszt Elohim emberének, még ha Jahua megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetne meg ez. Az ég csatornáit, az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy akkoriban az emberek sokkal jobban tisztában voltak azzal, hogyan is néz ki a világ, hol élnek, hogyan működnek a dolgok, mint ma, amikor teljesen elszakadtunk ettől, különösen akkor, amikor az emberek az életük nagy részét egy virtuális világban élik, ennek ellenére azt hiszik, hogy jobban ismerik a világot. Érdekes módon a másik két fordítás ezúttal egy kicsit másképp fogalmaz az Easy to Read, még ha az örökkévaló, hogy a Jahua ablakokat nyitna is az égen, úgyhogy itt feltételezi, hogy amennyiben ablakokat nyitna, Károly pedig egyértelműen erre utal, ha csak Jahua ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. Tehát annyira nem egyezik meg maga az, amit a Károly, illetve az Easy to Read mond azzal, amit az új fordítás ír. Azt láthattuk, hogy az előzőekben viszont egyértelműen arról beszélt, hogy az égnek csatornái vannak, és hogyan ömlik be a víz, de még egyszer mondom, ez mindenkinek a saját
dolga eldönteni azt, hogy mi az, amit ebből elhisz, mi az, amit nem. Egy a lényeg, az eddigiek egyetemen alátámasztják azt, amit a lapos föld modell képvisel. Ha visszaemlékeztek oda, ahol kezdtük az egész videót, akkor ugye az az égbolt és a vizek szétválasztásának a teremtése. Nézzük meg még egyszer azt, hogy amikor is szétválasztotta a vizeket a szárazföldtől, ez pedig a 9-es vers, és mondta Elohim, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek, egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn, és nevezi Elohim a szárazat földnek, az egybegyűjt vizeket pedig tengernek nevezi, látta Elohim, hogy jó, míg a Easy to Read így szól, aztán ismét parancsolt Elohim, gyűjjön össze az ég alatt, minden víz egy helyre is váljon láthatóvá szárazföld, úgy is lett, új fordítás, pedig aztán ezt mondta Elohim, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Arról is szó volt, hogy a Maim, ugye a víz, és a Shamaim pedig az eget jelenti, az egek alatti víz, és az egek fölötti. Hogy ez miért is fontos, ez kiderül Jób 26-os fejezetből, onnan is pedig megnézzük a 8-as verset. Kezdetek, ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alatok meg nem hasad. Ez az egyik, amit azonban mutatni szerettem volna, a 10-es vers. Ő szab határt a víz színe fölé, világosságnak, sötétségnek elvégződéséig. Ő az, aki határt szab a víznek. A Easy to Read így szól, kezével látó határt rajzolt az óceán színén, körös körül elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Új fordítás, határt szabott a vizeknek ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel. Ami egyértelműen azt jelenti, amiről a laposföld térkép árulkodik, hogy van egy határa, és az tartja a vizeket rajta a felületen, illetve hát természetesen azaz, ahol az égbolt a rakia csatlakozik a földhöz, de van egy határa, így a víz nem folyik le, nem lehet leesni, nem lehet lelógatni az emberek a lábát, semmi ilyesmi. Aki ezt nevetségesnek találja, gondolkozzon el azon, hogy mi az, amiben hisz, hogy feje lefele Ausztráliában állnak az emberek, a víz nem folyik le róla, meg oldalt felfele úsznak a hajók. Úgyhogy ha az nem nevetséges, vagy hihetetlen, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy ki mivel áll elő, annál nem lesz viccesebb dolog, így se úgy se. Tehát Jobbtól megtudhatjuk azt, hogy a teremtő határt szabott a víz színe fölé, mégpedig oda, ahol a világosság és a sötétség találkozik. Egészen a legkülső határáig az egész földnek, ugyanígy kezével látó határt rajzolt az óceán színén, a másik fordításban, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől, az új fordítás pedig határt szabott a vizeknek ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel, úgyhogy az Easy to Read valahogy másképp fordította ezt, Jobb pedig arról, illetve a Károli verzió is azt írja, amit az új fordítás, hogy a határ ott, ahol a világosságnak és a sötétségnek az elvégződése van, ott a határ. Nézzük meg, hogy az angolban mi a helyzet, ez ugye a King James verzió körülvette a vizeket egy határral, egészen addig, ahol az éjszaka és a nappal véget ér. Úgyhogy ez hasonlatos ahhoz, amit a Károli ír. Hogy maga a határvonala az ott van, ahol végződik a sötétség és a nappal. Nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez a határszó, amelyikről mindegyik beszél, ami nem más, mint a héber szó. Hok, ami határt jelent, azonban átvitt értelemben használatos,
valamiféle szabály, rendelet, elrendelés, törvény, illetve határ szó szerint, határozat, valami, ami egy előírás, amit el kell végeznie valakinek, egy feladat, valamilyen előírt rész vagy adag, ami valakinek jár, egy cselekedet, ami elő van írva valakinek, egy előírt határ vagy határvonal, ami azt jelenti, hogy ez a határ, amit a víz színe fölé szabott, amit a vizeknek szabott, egyszerűen csak megmondta, hogy meddig haladhat a víz, és ez az a határvonal, ez egy határozat, egy törvény víz számára, ugyanúgy, ahogy minden más engedelmeskedik neki az ember kivételével, ugyanúgy a vizek is a Hua irányítása alá tartoznak. A gömbön nincs értelme ilyen határnak, hiszen ott nem tud hova menni abban a modellben, amit nekünk szeretnének eladni. Ebben a modellben nem kell a föld, illetve a vizeknek határt szabni, hiszen maga a domborzat az, ami határt szab, és egyébként pedig állítólag a víz hozzá tapad a földhöz. Tehát az, amiről olvashattunk itt, jobb esetében ez nem lehet a göm modell, hiszen ennek határt szabott, mégpedig egy olyan határt, mint láthattuk, ami egy törvény, egy határozat, ugyanúgy, ahogy nekünk előírt határozatokat, rendeléseket, törvényeket, amiket szinte senki nem akar betartani, ugyanúgy előírta természet számára is, hogy meddig mehet, és a víz számára egy ilyen látóhatárt rajzolt az óceán színén, ami körös körül eltart egészen addig, ameddig a világosság találkozik a sötétséggel. És ha már a vizeknél tartunk, akkor nézzük meg azt, hogy másik Mózes Semot 20-as fejezetben mi az, amit megtudhatunk erről. Remélhetőleg ezt mindenki jól ismeri, hiszen ezt az úgynevezett 10 parancsolatot betartják még a keresztények is, akkor is, hogyha természetesen kihagytak belőle néhányat, meg elváltoztattak néhány másikat, de ezt ők is betartják. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy melyek alatt a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ugye ez az a rendszer, ahol él a mennyek, a föld és a víz, ami a föld alatt van. Egyrészt ugye az a víz, hiszen a víz mindig a föld szintje alatt van, másrészt pedig azok, amik a mélységben vannak, azok a vizek. Ég, föld és a vizek. Ha megnézzük az Easy to Read verziót, ne készíts semmiféle báványt magadnak, se bávány szobrot, se képet, amely fönn az égben, a földön, vagy a föld alatt, a vízben levőkre hasonlít. Ugyanúgy, ahogyan az új fordítás, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ez elég egyértelműen leírja azt, hogy hogyan is néz ki a föld. Itt nincsen szó űrről, meg másik bolygókról, hogy azokról se készítsünk, vagy alienekről, vagy űrhajókról készítsünk, hanem egész egyszerűen arról beszél, amik az égben vannak. Az ég ugye maga az a légtér, amit idézőjelben atmoszférának hívnak a gömb modellen. A földön, ami él maga a, ugye ezen a korongon, ahol mi élünk, illetve a vízben, ami ez alatt található. Semmiről ne készítsen. Következő Zsoltárok Tehelim 18-as fejezet, mely így szól. És dörgött Jahua a mennyekben, és a magasságos zengett, és jégeső hult, és eleven szén, és kibocsátá nyilait, és elszéleszti azokat, villámokat szórt, és megháborította azokat. 16-os, és meglátszottak a vizek medrei, és megmutatkoztak a világ fundamentumai, a te feddésedtől, Jahua, a te orrod leheletének fúvásától. Tehát a vizek medrei meglátszottak, és a világ
fundamentumai. Számukra valahogy mindig is nyilvánvaló volt, hogy ha nem véletlenül utal a megváltóra úgy, mint szegeletkőre, vagy sarokkőre, vagy alapkőre, vagy az egésznek az alapjára, ugyanúgy építette föl az emberiséget, a spirituális létünket, ahogyan a Földet fölépítette, lerakta az alapot, és ráépítette az egészet. Az sem véletlen, hogy a szabad kőművesség ennyire elterjedt a világon, hiszen a Teremtő az első és legnagyobb mérnök, aki ez egész világot megalkotta. Ő az, akit ki akarnak gúnyolni a körzővel, ugye a kör, ahogyan a kört rajzolta, amint mondta Jobb legutóbb, hogy látó határt rajzolt, egy határt szabott, egy kört rajzolt, ez volt a határa, számtalan más alkalommal láthattuk, hogy egy kört rajzolt, és ez volt az alapja, ez a körző, illetve a vonalzó jelképezi magát, a szerkesztést és a mérnöki munkát. Ezért ez a leghíresebb titkos társaság, hiszen ők őt gúnyolják ezzel, hogy az ő alkotását építik újra és újra különböző formákban a Földön, annak ellenére, hogy elhitetik a világgal azt, hogy mi egy gömbön élünk, és össze-vissza pörgünk, forgunk. Az Easy to Read-ben ugyanez a 15-ös versszak így szól: örökkévaló Jehova, amikor megfenyítetted a vizeket, haragott szélviharától még a tenger fenék is meglátszott. Feltárultak a Föld alapjai, hiszen a Földnek vannak alapjai, a Föld nem több ezer kilométer mély, ahogyan azt nekünk mondják. Egész egyszerűen mi csak nem tudunk lefúrni, így azt mondanak, amit akarnak. A legmesszebbre az kb. 10 kilométer, ameddig lejutottunk, és onnantól kezdve sehol semmi. Az új fordításban pedig ugyanez a rész, 16-os vers, láthatóvá váltak, a vizek medrei feltárultak a világ alapjai dorgálásától, Jehova haragott szelének fújásától. És a 14-esben dörgött, Jehova az égben mennydörgött a felséges jégesővel, tűzes parázsa, mindezeket a jelenséget ő képes előidézni, és ő az, aki alkotta a világot, ezért alakultak azok a titkos társaságok, mint például a szabadkönyvesség, amelyek gúnyolják ezt az egész rendszer. Amennyiben valakinek kétei lennének e felől, hogy mit is jelképez ez az egész, ez a Teremtő alkotását jelképezi, amivel ők 100%-ig tisztában vannak. Legalábbis azok, akik be vannak avatva az igazi szabadkőművességbe, a felsőbb szinteken pontosan tudják, hogy hogyan néz ki a Föld, hogy soha nem tudjuk elhagyni, hogy mi ide vagyunk bezárva, és ők nem hajlandók elfogadni ezeket a törvényeket, instrukciókat, amelyeket a Teremtő hozott, és minden lehetséges módon megpróbálják egyrészt gúnyolni azzal, amit tanítanak, amit tesznek, ahogyan élnek, másrészt pedig eltitkolni a tömegek elől, akiket tudatlanságban tartanak évezredek óta. Az oka pedig, hogy szabadkőművesség körző és szögmérő, pedig pontosan ez, hogy tudják, hogy a Teremtő az, aki alkotta az egész világot, ahol él. Második Sámuel 22-es fejezet, ugye Sámuel Bet 22, szinte ugyanezt írja szóró-szóra, amit az előző Zsoltárban olvashattunk, és dörgött az égből Jehova, és a magasságos hangot adott, ellövi nyilait, szétszórta azokat, villámot, és összekeverte azokat, és meglátszottak a tenger örvényei, és a világ fundamentumai felszínre kerültek, Jehovának fedésétől, orra leheletének fúvásától. Ugye az előzőekben a medret írta, és az, hogy az egészen az alja kilátszott, illetve hogy a Föld fundamentumai alapjai meglátszottak. Az Easy to Read-ben erről lesz szó, mikor Jehova megfenyítette a vizeket, haragja szélviharától, még a tenger feneke is meglátszott, feltárultak a Föld alapjai. Ami azt jelenti, hogy a Földnek az alapjai, azok a tenger fedi el ezeket, és egyáltalán nem 6000 kilométerre vannak. Az új fordítás pedig láthatóvá vált a tengernek medre, feltárultak a világ alapjai, Jehova dorgálásától, haragos szele fúvásától. Nézzük meg villám gyorsan. Strong's H650. Afik.
afik, and the form just below that, afik, afik. Ami ugye ez esetben a tenger örvényei, a tenger feneke, illetve a tengernek a medre a fordítása, az eredetben afik, ami annyit tesz, mint egy folyó, csatorna, sodrás, patak, és arra utal, hogy a tenger tápláló csatornák is meglátszottak egészen odáig szárította ki, illetve mozgatta a tengereket a mindenható haragjában, hogy meglátszottak az a szakadék, ahol ugye ez a másik fordítás, a szakadék, vagy csatorna, ahol a tenger csatornái vannak, illetve ugye említést tesz arról, hogy a föld alapjai feltárultak, ez a szó, hogy alapjai, ez pedig a héber szó. Strong's H 4146, Mossad, Mossad. Mossad, ami alapot jelent, szó szerint, alapzatot. Azok számára, akik ezt elfogadják, ezt a nézetet, egy érdekes kép kezd összeállni szerintem, ami nem véletlen, hogy szinte minden tekintetben ellentmond annak, amit az emberiség többsége tud a világról, illetve tudni vél, vagyis elfogad arról a modellről, amit neki tanítanak. És így a vége felé közeledve nézzünk meg még két verset ezzel kapcsolatban, Jób 26-os, 3-astól a 7-esig. Így szól, bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanúsítottál. Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belőled? 5-ös, a halottak is megremegnek, a vizek alatt levők, és azok lakói is az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa. Tehát a vizek alatt levők, és azok lakói is megremegnek tőle, ami nem más, mint ugye az alvilág. Jobban kiderül az Easy to Read-ből, ami így szól, bizony Elohim jól látja még a holtak hazáját is, belát a nagy mélység minden rejtett zugába, a föld mélyén, a vizek alatt a holtak szellemei félve reszketnek tekintetétől. Az új fordítás pedig valamivel sejtelmesebb, megremegnek az árnyak, amelyek a vizek alatt nyugszanak, a holtak hazája leplezetlen Elohim előtt nincs eltakarva a pusztulás helye. Szintén arra utal, hogy a Seol, amit a halál után sorozatban tárgyaltunk az 5 részen át, többek között a Seol, ez a vizek alatt van. Tehát ez a rendszer nagyjából, ahogyan felépül a világon. Azzal ellentétben, ahogyan nekünk mondják. Ami ugye ez lenne. Teljesen mindegy, hogy mennyire szeretné valaki, ha végig halad ezeken a verseken, amelyeket eddig találtunk, azoknak egyike sem fog ráilleni erre a rendszerre. Amit ebből kiderítünk, az az, hogy Elohim átlátja az egész rendszert, a mennyet, a földet, és mindazt, ami a föld alatt van, a vizek alatt, ahol is található, a holtak hazája, a nagy mélység, amely a vizek alatt van, ott élnek a holtak szellemei, amelyik természetesen azok a lelkek, amelyek, ahol az emberek meghaltak, azok kerülnek oda. A holtak megremegnek, a vizek alatt levők azok lakói. Ugye erről szól itt is a holtak országáról, ami nem más, mint a héber szó. Strong's H, 7585. Sheol, Sheol. And second entry. Sheol, Sheol. Ami ugye Sheol szó, erről szó volt részletesen a korábbi sorozatokban, ez az alvilág, ami más szóval jelenti még a sírt is, de amit pokolnak hívunk, vagy pedig egy gödör, az alvilág. Egyértelműen a Sheol szó, az pedig arra utal, ahol a halottak tartózkodnak, a halottak lelkei pontosabban a halál után. Ez az alvilág itt az, amely a vizek alatt található. Ez pedig Jónás második fejezetével, Jóna
második fejezetével fejezzük be. Négyes vers, mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényed és habjaid mind átmentek rajtam. Hetes vers, a hegyek alapjáig süllyedtem alá, a föld závárjai bezáródtak, felettem örökre, mindazáltal kiemelted életemet a mulásból, ó, Jahua, Elohim. Ő is arról beszél, hogy a föld alapzata, a mélység, illetve a vizek alatt van, és még a föld závárjait is említi. Nézzük meg, hogy hogyan szól ez a másik fordításokban. Bezárult fölöttem a mélyvíz, elborít az ár, a torkomig ér, hínás szövődött a fejemre, hegyek alapjáig süllyedtem, örökre bezárultak fölöttem a föld reteszei, illetve bezárultak a föld reteszei mögöttem. Az új fordítás pedig, lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból. Jóna pedig lekerült egészen oda, ahol a hegyek alapjai találhatók. Ez az, amit leírt, illetve hát természetesen spirituális értelemben az, hogy a lelke eljutott egészen a holtak birodalmáig, hiszen nem teljesítette a mindenható parancsát, ugyanez vár mindenkire, aki ezen az úton jár. Aztán azonban ő megtért és hajlandó volt engedelmesen és alázatosan végrehajtani azt, amit a mindenható kért tőle, és megmentette Ninive városát. Ez azonban egy másik történet. Még mindig nem fejeztük be, azonban már azt a következő részben folytatjuk, amikor is meg fogjuk nézni, mi az, amit még ki tudunk deríteni a Földdel kapcsolatban, illetve a világunkkal kapcsolatban, ahol élünk. Egy dolog azonban biztos, hogy mindenki, mint mindig, választás elé kerül. Az egyik az, hogy elfogadja azt a hazugságot, amit immár 5 évszázada nagyon sikeresen terjesztenek azok, akik az ellenséget követik, aki mindenben utánozza a teremtőt és létrehozta a saját világképét, a saját törvényeivel, a saját jellegzetességeivel, tulajdonságaival, és ezáltal gúnyolja a teremtőt ugyanúgy a föld alakjával kapcsolatban, mint minden mással kapcsolatban. A másik út pedig, hogy elfogadjuk azt, amit ő mondott, amit számunkra lehetővé tett és elérhetővé tett, azt az információt, hogy lehetővé tette, hogy elérjük ezt az információt, ami az írás, amit idézőjelbe téve a Bibliának hívunk, és abból kiámozzuk azt, hogy valóban hol is élünk, mi is a feladatunk, és miért is vagyunk a világon. És mikor megérti az ember azt, hogy mi az igazság, onnantól kezdve egészen más szemmel fogja nézni a világot. Minden egyes jelenség, minden egyes történés vagy esemény, minden másképp fog hatni rá, és ez egy nagyszerű dolog, hogyha eljut idáig, hiszen olyan kevés ember az, aki akárcsak a közelébe is kerül. Ennyi lett volna ebben a részben, megtudjuk azt, hogy a mennyeknek igenis vannak csatornái, és ezeket ugyanúgy, mint minden más, Jahua a teremtő irányít, ő az, aki az esőt irányítja, és minden más természeti jelenséget, annak ellenére, hogy az ember képes már ebbe is belekontárkodni a technológia segítségével, azonban így vagy úgy mindenki az ő akaratát hajtja végre, ugyanúgy a gonosz, ahogyan az igaz is. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és köszönet a figyelmetekért, mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!